nekünk keresztény embereknek is, katolikus keresztényeknek is, akik ezt az ünnepet most úgy külön parancsolt ünnepként öljük meg, de azt gondolom, hogy minden embernek egy, egy, különös mondani valóval, üzenettel bír, hogy az Isten megjelent ebben a világban, és hogy mindenkit hív az üdvösségre. Mindenkinek ez a nagy hivatás megadatik, hogy keresse és megtalálja az élete értelmét és célját. Valamiképpen ez a csillag, ami vezette őket a betlemi jászolhoz, ezt a mondani való üzenetet súlykolja belém. Nagyon érdekesek azok a ellentétek, hogy ez a három bölcs elindul, egy kicsit ilyen utazás az ismeretlenbe. Nem tudják, hogy mi vár rájuk útközben, nem tudják, hogy hogyan, hol, mint találják meg ezt a királyt. Lehet, hogy bennük is élt azért egy olyan fajta idea, egy álom, hogy valami palotában születik meg ez az újszülött király. És amikor valóban bemennek Heródes palotájába, Heródes megrémül és vele együtt egész Jeruzsálem, ki gyorsan megtudakolja az írástudóktól, a Ószövetség írásainak ismerőitől, hogy hol kell születnie a Mesiásnak, minden bizonyal Betlehemben, mert ezt írja róla a próféta, Mikeás, te Efratai Betlehem, bár a legkisebb vagy, vagy másfordulás, épp nem vagy a legkisebb Júda nemzetség közül, mert belőled jö ki a fejedelem és akkor mennek Jeruzsálemből Betlembe, ez már csak egy pár kilométeres táva hosszú, több száz kilométeres utazáshoz, és Heródes is azt mondja, hogy majd mi is megyünk és hódolunk előtte. De igazából ez egy másfajta hódolat. A három bölcs az valóban úgy érzi, még akkor is, ha csalódhatott volna emberileg, hogy csak ilyen szegényes barlangistálót találtak, és benne egy egyszerű házaspárt, pásztorokat, háttérben barmokat, állatokat, és mégis valahogyan fölismerték abban a csillagfényében a lényeget. Valószínűleg én itt tudnám talán mondani most kicsit a mi világunkra fordítva is, hogy aki ebben az adventi karácsonyi készületben is csak a evilági csillogást veszi észre, nagyon csak a földi dolgokra koncentrál, az nem érti meg a karácsonynak a titkát, Istennek ezt az alázatát, ahogy a világba jön. Ezek a Bölcsek fölfelé néztek, egy csillag útján jöttek, és ők leborulnak és hódolnak előtte, átadják ajándékait. Ez benne van a Szentírásban, is, ez az arany, tömjén és mírha. Lehet, hogy ebből alkotta meg különben a későbbi korok, hogy ezek olyan értékes kincsek voltak az ókori ember szemében. Az arany ma is ugye kiemelten ilyen nagy kincs, de a tömjén és mírha is olyan drága anyagok voltak, amiből megalkották ezek minimum, ami uralkodó királyok kellettek, hogy legyenek. Most egy picit még arról szeretnék egy pár szóban beszélni, hogy tényleg mennyire fontos, hogy az egész életünket mi is úgy lássuk, hogy úton vagyunk. Mi, nekünk is kell, hogy legyen az úton levésben egy értelem, egy cél, ami, amit követünk. Sőt, azt gondolom, még egy fontos üzenete lehet talán a egyház hivatására, küldetésére is fölhívnám ezzel a figyelmet, és nem csak mi papok. Hanem, hanem, minden megkeresztelt ember hivatása ez, hogy mi is legyünk egyfajta betlemi csillag, betlemi jászolhoz vezető csillag mások számára. Mert mindenki meg van hívva az üdvösségre. Ez a mai napnak, ünnepnek üzenete ez. Nem csak egy kiválasztott nép, hanem minden ember. És ahogy azt a jó tizatodik Benedek pápa mondta, még valószínűleg még nem is pápaként, hanem még mint bíboros, egyszer kérdezték tőle, hogy Hányféle út vezet az üdvösségre, azt gondolták, hogy ő, mint a hittani kongregáció prefektusa, majd azt mondja, hogy egyetlen út a katolikus egyház által kijelölt út, és azt mondott, hogy annyi út, ahány ember van a világon, ahány ember született. Mindenkinek meg lehet találni azt az utat, ami elvezeti őt Istenhez, az üdvösségre. Legyen ez egy kicsit ennek az ünnepnek egy mondani valója, kereszt azt is súgja nekünk, hogy régen ennek az ünnepnek a tartalmában a három királyok mellett ott volt a urunk megkeresztelkedésének titka is. Ezen a napon vizet is szenteltek. És hát pont a keresztség üzenetében is ott van, hogy a Máté Evangélium végén, hogy menjetek el az egész világra, tegyetek tanítványán minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.